A hagyományok szerint a Könnyű László Városi Könyvtár adott otthont a 18. Tamási kalendárium könyv bemutatójának. Kezdetben szinte csak városi vonatkozású írásokat tartalmazó kiadvány az idők során kibővült, napjainkban már 23 járásbeli település szerepel benne éves történéseivel. Mi ezt egy évkönyvnek szánjuk. Az elmúlt 12 hónap, 13 hónap történéseit szedjük össze. A települések beszámolnak az elmúlt időszak főbb történéseiről, mi pedig igyekszünk olyan események után menni, amelyek hát kiemelkedőek voltak az elmúlt időszakban. Nagyon sok közreműködőnek hála, nagyon sok cikk, írás, fotó érkezik hozzánk már előzetesen, ajánlat, témajavaslat, akár készanyag is, nagyon sok a készanyag, amit kapunk, viszont hát utána kell menni, mert hát a jó magyar szokás szerint mindenki kényelmes, és kényelmesebb, hogyha mi megyünk házhoz, és akkor elkészítjük a riportot, a beszélgetést, megkeressük az új szereplőket. A helytörténeti témák mindenképpen a legkedveltebbek. Vannak olvasók, akik kimondottan egy-egy szerzőnek az írását kedvelik. A települések éves összefoglalói, azok egy picit úgy bekukkantás a másik életébe. Valamikor még az újságokban volt ilyen rovat, hogy a települések bemutatkoznak. Mi ezt kicsit bővebben, öt oldalba tesszük meg. Hát én úgy gondolom, hogy a település, a környéken lakók kíváncsiak a szomszédos településekre, hiszen a kalendárium a járás egy jelentős részét, egy összefüggő részét fedi le. Az internet világának gyors terjedése ellenére a kalendárium sikere töretlen. Hát én azt gondolom, amíg lesz jó könyv, addig lesz olvasó is. Én nem temetném a könyveket, sőt a statisztikák úgy gondolom, hogy erre rá is száfolnak, hiszen a könyv kiadása egyszerűbbé vált, kis példányszámmal is meg lehet jelenni. Én azt gondolom, hogy nem minden csak az ellenőrizetlen online, és a Facebook és egyéb. Én azt gondolom, hogy a könyvnek lesz még létjogosultsága, a mi időnket biztos, hogy kitart. Amikor a nyomdába kerül az anyag november 15-én, akkor a maradékkal már sakkozunk, hogy akkor jövőre hogy tudjuk ezt aktualizálni, és természetesen az év a kalendáriumba kerülő anyagok már ötletet adnak számunkra is a következő évi folytatáshoz. Az ötletek az nem kettőnké, hanem a közreműködőké, tehát nélkülük már szerintem már rég kifolytunk volna. 18 évet nem lehet itt több ezer oldalt csak kettőnk ötletére alapozni. Mi úgy vagyunk, mint az autókereskedő, hogy a törzsvásárlóinkból élünk, nagyon sok hasznos információt, nagyon sok ötletet, témajavaslatot kapunk az olvasóktól is, meg a közreműködőktől is. A könyvbemutató az általánostól eltérően a miénk egy zárt körű. Azokat a személyeket hívjuk meg, akik részben közreműködtek, illetve azoknak mondunk köszönetet, akik támogatásukkal életben tartják a kiadást, úgymond megkönnyítik. És ez egy kis házi ünnep, mi ezt annak szánjuk, egy köszönetnyilvánítás azoknak a személyeknek, akik nélkül ez a kalendárium 18 éve nem jöhetne egyetlen évbe se létre. A szerkesztők elmondása szerint a témaötletek kifogyhatatlanok, mindig jönnek újabb és újabb megkeresések, hogy mi az, aminek még helye lenne ebben a sokak által kedvelt kiadványban. A háttérmunka, amelynek köszönhetően december elején a kezünkben tarthatjuk a kis könyvecskét, több hónapot vesz igénybe. Ez úgy működik, hogy a János összegyűjti az anyagokat, a szerzőktől, közreműködőktől begyűjti, azokat javarészt ő begépeli, begyűjti a fotókat, illetve egyéb háttér dolgokat, azt átadja nekem, és akkor én elkezdem olyan augusztus-szeptember környékén könyvé formálni, gyúrni. Túlnyomó részt az utolsó pillanatban tudjuk csak befejezni, tehát a nyomda már telefonál, hogy hát akkor kéne az anyag, és mindig a végére marad. A kalendárium a köszöntő és köszönetnyilvánító gondolatok után a 23 település elmúlt évének történéseit és számos történetét rejti magába. A legelején, amikor elkezdtük, akkor nagyon próbáltunk olyan tudományos szemmel gondolkodni, hogy hogyan lenne jó. Most az utóbbi években már nem. Tehát ahogy épp jól esik, vagy ahogy épp sorba jönnek, vagy
vagy ahogy szerintünk jó lenne, úgy rakjuk össze a dolgokat. Mindig végigolvasom minden egyes cikket, mielőtt bekerül. Azért az kell hozzá, tehát hogy érezzem a hangulatát magának a cikknek, illetve a riportnak, vagy épp amiről szó van, hogy milyen módon, vagy hova kerüljön be. Engem a helytörténeti témák, amik érdekelnek, illetve a lovas témák, ami még úgy a szívemhez közel áll.